Sziasztok! Elkezdhetjük? Szólok? Jó? Ha? Nem. Oké, okay, most, most jobb. Köszi, Peti. Akkor még egyszer jó estét kívánok valamennyi ötöknek. Hogy vagytok? Jó vagytok? Jó van. Hát lassan véget ér az apologetika hitvédelem szemeszter. Mindjárt sírok, Izgalmas, <laughs> izgalmas utazás volt, ugye? És még, még azért nincs vége, mert egy nagyszerű vendégtanárt hívtam a mai napra is, egy nagyon jó barátomat, Péter Faji Jánost, aki sokan ismeritek őt, a, amellett, hogy gyerekorvos, a Rákosmenti, Budapesten a Rákosmenti keresztény gyülekezetnek a vezető lelkészet, tényleg egy jó barátom, és nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívást. Egy, egy hihetetlenül izgalmas témáról fog beszélni. A jövő elkezdődött új megdöbbentő kihívások az új generáció számára. Ez, a, ez az előadásának a címe. És nem is szaporítom tovább a szót, kérlek fogadjátok szeretettel Péter Fajános János lelkipásztort. Én is köszöntelek benneteket. Szuper, hogy ilyen sokan vagytok. Én kicsit maradok így a, a, a konzervatív módszernél. Ez nekem biztonságot ad, hogy én foghatom ezt a mikrofont. Nem lókja ki a fejemből semmi drót, meg ilyesmi. Egyszerűen csak nem vagyok hozzászokva, én már, már kezdem az öregebb generációs sorolni magamat. És ö, éppen ez a téma, és amikor én ezzel nem olyan régen találkoztam, a, akkor ö, kicsit úgy melbevágott. Tudtam róla, hallottam már róla, de amikor, amikor elkezdték ezt nekem taglalni, akkor, ö, akkor azért megbevágott, hogy, hogy, az idő az mennyire halad előre és hogy, hogy hogyan bánunk azzal az idővel, amit az Úr adott nekünk így ebben a korban. És ö, vannak gyermekeim, ha valaki még mindenféle egyéb bás bemutatásból nem ismer, akkor én vagyok a Sárinak az apukája. Innét mindenki tudja már akkor, hogy hová kell tenni. Ö, majdnem megfűztem Sárit is, hogy jöjjön velünk. Csak már kezdődik a vizsgai időszaka, és, és anatómiát tanul. Ijesztő kik tanulnak még anatómiát. Tudjátok, miről beszélünk akkor, igaz? Ez hullasztó tárgy. Hullasztó és hullasztó. Szóval a témánk, hogy ne kerülgessük, majd eljutunk odáig, az a gender elmélet. Hányan hallottátok már ezt a szót, gender? Nem mindenki. Oké. Okay. Valahogy én is így voltam, mert hallottam már róla, de most egy picit beszélni is fogunk. Volt egy tizenéves táborunk, és ott azt találtuk ki a fiataloknak, hogy ilyen telefonra rátehetők is app ikonokat próbáljuk emlékeztetni az üzenetekre, hogy amiket hallottak. Ezek voltak az előtte lévő üzenetek, együttérzés, korrektség, ajándékok, megbocsátás, jó irány, segítség, helyes döntés, biztos pont, hogy így ránéz a telefonjára, és akkor azt mondja, hogy ezekre szükségem van. Ezekre szükségem van a mai világban. És akkor a... kezdjük, egy kicsit távolról futunk neki, jó? Vissza a jövőbe. Kedvenc, egyik kedvenc filmjeimnek, vagy sorozatoknak a, az egyike. Ez most ilyen játékos formában történik, meg a film is egészen mókásra sikeredett játékosra. Amiről én most beszélek, ezt, pont azért tettem ide ezt a képet, ez nem játék. Ez, ez bele robban, robbant már, csak nem tudtok róla, de bele fog robbanni az életünkbe ez a gender dolog. Kezdjük hogy a, a mai társadalomnak az egyéb más kihívásaival. Mondom, egy kicsit messziről futunk hozzá. Az első kép, nem tudom, hogy lehet egy... Azt onnét lekapcsolni? Nézzétek, látjátok, amit, amit látnotok kell? Jó? Két hölgy van. Az egyik az egy kicsit ilyen anorexiásra sikeredett, de valójában a másik nő is ugyanaz. És ez a világ egyik vezető divatlapjának a címlapjára került. Ezt ki is adták, tehát ez nem valamilyen fék dolog, hanem ez, ez tényleg ki lett adva, be is perelték ezt a divatcéget, a hölgy, hogy hát neki nem ilyen az alakja. És amikor megkérdezte, hogy miért van az, hogy, hogy, hogy így eltorzították, akkor, akkor azt mondták, hogy azért, mert a mi ruháink azok ilyen lányokra valók. És ö, meg is nyerte a pert egyébként, ez a hölgy, nem tudom, hogy hogy hívják pontosan a modellt, úgy néz ki valójában, a való életben, de ez egy, ez egy, olyan probléma, ami hát egy 10-15 évvel ezelőtt azért eléggé foglalkoztatta, mind a tudományos rész, mind a világi rész, ez az anorexia dolog, vagy bulimia dolog, hogy, hogy fogyókúrázik akkor is, amikor már 20 kilós valaki 30 kilós. Én láttam ilyen lányokat, és egyszerűen azt mondja, hogy még mindig fogynia kell, még mindig kövérnek látja magát. És ebben nagy szerepe van a médiának, hogy egy ilyen címlapra kitesznek. És ráadásul, tudjátok, ez nem is, nem is titkoltan egy hazugság, mert nem így néz ki a hölgy. Mert nem ilyen. És mégis megjelenhet. Fizet egy kis kártérítést, és megy tovább az élet, és nyíltan hazudhat országnak, világnak, és az emberek ezt követik, egy hazugságot követnek. A jóléti társadalom, erről szól ez, a, ez az első rész, Oppá, ebben majd visszajövünk ide, az elsősorban attól működik, hogy, 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 hogy az embereknek, és mondom, messziről futunk neki, most általában az emberekről, nem a keresztényekről beszélünk, minden emberről, rossz az önképük. Nem tudják, hogy kicsodák, hogy hová tartoznak. Azt hiteti el velük egy ilyen kép is, hogy valami hiányzik neked. Ha, ha kicsit testesebb vagy, akkor nem vagy elég jó, nem kell senkinek, nem fog senki elvenni feleségül. Fogyjál le 20 kilóra, 15 kilóra, 10 kilóra, most ez kicsit túlzás azért már, majd akkor kell ez valakinek. Erről szól ez az egész, hogy nem vagy elég. Ahogy vagy, úgy nem vagy elég. Valamit változtatnod kell, és ez elsősorban külsőségekben mutatkozik. És ez a jóléti dolog, létrehozta az úgynevezett fogyasztói társadalom, sokat emlegetjük ezt. Ez itt van a gyülekezetben is, tehát ez már nem berobbant, ez már ott van, és ez nem öt éve, tíz éve tart, hanem már jóval régebb óta tart. Ami arról szól, hogy ha valamit megunok, vagy valami nem elég jó nekem, akkor kidobom. Vannak ilyen csereszavatos legójátékok, amiket láttunk az előbb. Ha nem tetszik, kidobom. Autók, hűtőszekrények, párkapcsolatok. Ha nem elég jó nekem, akkor kidobom. Majd keresek valaki mást, vagy valami mást, ami majd jó lesz egy ideig. És aztán utána megint kidobom. És senkit nem zavarja, hogy, hogy ez kidobható. Ezt hozta létre a fogyasztói társadalom. A gyülekezet, jövök gyülekezetbe, ha szép az ének, ha jól beszél a pásztor, ha kedves, jövök. Ha nem, keresek egy másikat. Ez, ez egy fogyasztói szemlélet. Ezt a jólét hozza létre, ahol éhesek az emberek, ahol szomjaznak, vagy szellemileg, vagy fizikailag örülnek, hogy valami van. Jött hozzánk egy gyülekezetbe egy házaspár, régen egy másik gyülekezetbe jártak, nyolc évig, utána nem jártak gyülekezetbe. Volt valami probléma amivel nem értettek egyet, és eljöttek. Nem tudom, mi volt a probléma, nem akarom kiásni, ők is már jobban szeretnék el, elfelejteni. Az egész nyolc évig nem jártak gyülekezetben, nem hallottak élő prédikálást, üzenetet, nem voltak kapcsolatba testvérekkel. És amikor eljöttek, és Isten kegyelmes volt, megszólította őket tényleg személyesen, most pedig elkezdenek szárnyalni, röpülni. És, és nyilván meg kell szoknunk egymást, meg kell ismernünk egymást, meglátjuk, hogy milyen, de nyolc évig éhesek voltak és szomjasak voltak. És most Isten így, így betöltötte a szükségüket. Jólét, az egyik, ez a fogyasztói dolog. A, a világ elmúlik, hallottátok már ezt a verset? A világ elmúlik, és annak a kívánsága is. Minden kívánság elmúlik egyszer. Minden fogyasztói gondolat, érzés, kívánság elmúlik egyszer. De hogyan folytatódik tovább? Aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Ez egy, ez egy üzenet nekünk. Aki viszont Isten akaratát cselekszik, aki engedelmes Istennek, még ha fáj is néha engedelmeskedni Istennek, az megmarad örökké. De a világ, meg a kívánsága, az elmúlik. Lehet, hogy betöltődik az a kívánság, lehet, hogy nem töltődik be, de elmúlik. Jó, a másik dolog, amit ebből a én nem vagyok elégséges, többet kell, jobbat kell tennem. A másik, amit létrehozott, ez a stressz, ez az űzöttség. Nem tudom, Szeged nagyváros, Budapest picivel nagyobb. Valószínűleg az űzöttség is ennek megfelelően nagyobb, és napi szinten érezhető, fáradékonyabbak, fáradtabbak az emberek. Nem elsősorban a tömeg miatt, meg a sok utazás miatt, elsősorban amiatt, hogy, hogy elég jó vagyok-e. Mert ha nem vagyok elég jó, akkor engemet is kidobnak. Nem csak én dobom ki, hanem mások is ezzel a fogyasztói szemlélettel foglalkoznak velem, vagy, vagy gondolnak rám, és, és ezért van egy állandó stressz, egy állandó megfelelni vágyás. Máté 6.25-ben ezt is hallottátok már ezt a verset, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől ne aggodalmaskodjatok. Ezt Jézus mondja, mint hogyha a 21. századi embernek mondaná. Ne aggodalmaskodjatok az életetek felől. És egy pár versel később azt mondja, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Mert a stressz az ebből fakad. És ebből a stresszből jön a, az, amit már láttok ezen a képen, jönnek az evési zavarok. Elsősorban az elhívizás. Mit gondoltok, hogy, hogy a világon Átlagosan hol a legelhízottabbak az emberek? Egyesült Államok. Melyik a második? Nem. Tessék? Nem, nem, nem. Mexikó. Melyik a harmadik? Magyarország. Európa elsők vagyunk elhízásba. 30%-a a lakosságnak elhízott, és ezen belül nagy része ilyen kettes fázisú elhízott. Én is az vagyok. Éppen, hogy mentem a kettes fázisúba, de ez van. Miért van ez? Amit én elmondok, az az, hogy hazaérek egész napos munka után, kicsit leeresztek, Vagyok a családommal, és aztán végre eszek. Egész nap nem eszek. A stressz miatt, a rohanás miatt, megfelelni vágyás miatt, szükség miatt este nekiállok enni. Mindig állatházban nem eszek, de akkor nem eszek egész nap. A napközben meg nem tudok, addig, amíg görcsbe van a gyomrom. Tehát ez nem egészséges. Ez Nem példát mutatok ezzel, hanem rossz példát figyelmeztetlek benneteket, hogy ez, ez a stressztől van. A stressz evési zavarokat okoz. Az egyik oldalon ezt, hogy elhízás, vele együtt magas vérnyomás, cukorbetegség, egyebek, az még nincs. Még. A, vagy pedig ilyen anorexia. És ez a fiataloknál inkább ez, idősebbeknél inkább az elhízás jelentkezik. A, és akkor jön a negyedik dolog, amit szintén ez a jólét hoz létre. Ez egy videóból kivágott képek a fiatal emberről. Figyelem az első reakciókat. Tudjátok, mi az első reakciótok? Nektek is, mint nekem is, amikor megláttam először ezt a videót, elmosolyodtam. És aztán utána elszomorodtam azon, hogy elmosolyodtam. Ne érezzétek rosszul magatokat, mert tényleg vicces a csávó. Ez egy 30 másodperc alatt zajlik le ez a videóban. Láthatólag szer hatása alatt van. És, és, akarunk tudni róla, nem akarunk tudni róla, a szülők jönnek, a gyerekeknek ilyen fejfájása van, olyan fejfájása van, lóg az iskolából, rossz a baráti köre, megkérdezem félrevonva a praxisban, drog? Nem jöhet esetleg szóba? Á, semmiképpen, az ő gyereke sosem. Ő sosem, nem fordul elő. Keresztény iskolában nem fordulhat elő. Mondom. Láttam már csodákat, mert nem ment meg. Minden iskolában van. Ha azt gondoljátok, hogy nincs, akkor már nyert. Az a fű, ami ott van fönt. Ha azt gondoljátok, hogy a gyerekeitek általános iskolába, vagy középiskolába, vagy egyetemen nem kínálták még meg őket, akkor már veszítettetek, mert meg, már megtörtént. Az, hogy ellene állt, vagy nem fogadta el, vagy nem tudott róla, az egy más kérdés. De nem, nem dughatjuk a fejünket bele a, a homokba, és azt mondja, hogy ilyen probléma nálunk, ebben az iskolában, ebben a családban nem fordulhat elő. Nem? Tegyétek a szívetekre a kezeteket, ez megtörtént. Én nekem is megtörtént a koromban. Ilyen egyszerű. És azóta eltelt, most már elég sok év, húsz év is, azóta még ilyen egyszerűbb. Amióta ez bejött, ugye eleinte ilyen morfin, kokain, ezek ilyen kiváltságosaknak, ma is még nagyon menő cucc, de elsősorban az elit használja. Aztán jött az amfetamin, ezek a bulidrogok, és aztán van itt ez a gyönyörűség, ami nem tudjuk, hogy mi. Nem lehet tudni. Hetente gyártanak újabb és újabb vegyületeket, biofűként, herbáként lehet ismerni, meg még csomó másik neve van, néha csak beleteszik a cigibe, néha ezt maga így fű formájában összesodorják, elszívják. 200 forintba kerül egy adag. Te azt gondoltad, hogy nem juthat hozzá, hogy az sokba kerül. 200 forint. És éppen itt Szeged, Békés környékén, tudom, hogy vannak Békésről is, a, a legszegényebbek között, van ilyen statisztika, az, hogy mennyire valós vagy nem, a legszegényebbek között 60 a az iskolásoknak, középiskolásoknak már használta ezt. Ez a legrosszabb rész itt ezen a környéken. Mondtam, megdöbbentő lesz, de ez, ez itt van. Ez nem majd lesz tíz év múlva, ez itt van. És nyilván látszik, hogy fiatal emberünk nem tudja, hogy hol, hol van. Mindez az elfogadatlanság, az önképzavar, az elhízás, a csomó minden vezet ahhoz, hogy egy-két jó pillanatot szerezzen magának 200 forintért. Azért tudod, egy mozi egy árából ezt egy héten keresztül tudja csinálni. Megdöbbentő, de ez van, ez a helyzet, ez a valóság. És senki nem tudja, hogy pontosan mi van benne, éppen egy halálos dózis van-e benne, vagy csak éppen valami hegyi levegő. Nem lehet tudni, senki nem tudja. Hogy, hogy mi ez pontosan. Akik csinálják, azok se tudják. Akik árulják, azok se. Úgyhogy van itt egy versünk, egy tanulságunk. Valóban nagy nyeresség az Istenfélelem megelégedéssel. Istenfélelem megelégedéssel. Becsüljétek meg ezt a mondatot, ezt a gondolatot. Ha van félelmed, és van megelégedésed azzal, amit van, azokkal, akikkel van, a családoddal, a barátaiddal, a munkáddal, a saját életeddel. Ez egy nagy nyeresség a számodra. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarhatsz többet, hogy nincsen ambíció, de, de ez egy nagy nyereség, hogyha tudsz hálás lenni, tudsz megelégedett lenni Istennel. Bármi is legyen az. Nézzük a következő, a következő helyzet, Korszellemet szellemet végigvesszük. Ugye, ki ne szeretne egy ilyen munkát? Nem? Kevés munka, azt is csak akkor, ha akarok, és ezért minél több pénzt kapni. Hányan, hányatoknak van ilyen munkája? Nem sokan. Hányan szeretnétek ilyen munkát? kicsit többen vagyunk ezzel. Ha ma fiatalokat megkérdezzük, hogy mégis milyen munkát szeretnél, mit, mivel szeretnél? Tanár, ügyvéd, sportoló, orvos, informatikus, autószerelő. Fogalma nincsen, fogalma nincsen, hogy mit akar, de olyan, ahol keveset kell dolgozni, és sok pénzt lehet keresni. Azt tudja, az abba biztos. Na most a Biblia azt mondja, hogy fáradtsággal szerzed a kenyeredet. Ez nem rossz dolog szorgalmasan, kitartóan dolgozni, munkába járni. Nem rossz dolog. Ha van szerencséd, néhány szerencsésnek előfordul, hogy hogy le, tényleg leesik a nagy zsé, de hogy, hogyha, hogyha, hogyha ezt az álmot keresed, és nem az, hogy ki vagy, és mihez értesz, és hol tudod a tehetségedet kibontakoztatni, akkor egy, egy olyan ideát, vágy, álmat üldözöl, ami nincs. Vagy nagyon-nagyon ritkán van. Ez olyan, mint a lottó ötös. Hányan vesznek lottot, és hányan nyernek? Most pont azt olvastam ezen a héten. Van valakinek lottó ötöse ezen a héten? Csak nehogy valaki szívinfarktus kapjon. Csak 360 ezeret fizet mert nagyon sok lett. Komolyan, tehát van, van, amikor milliárdos a tétel, most csak 360 ezer, nagyon sok lottó ötös lett. Remélem senkinek nem lett, mert most akkor tényleg szívinfarktus, és én vagyok az oka, és nem tudlak újraéleszteni. <tosz> 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 Aztán hányan találkoztatok már azzal, akár iskolában, akár munkában, hogy, hogy ha odafigyel a tanár, meg odafigyel a főnök, akkor, akkor lapátolok. Ha egy kicsit elnéz, vagy ma nem jött be, akkor hmm, munkához úgy kell hozzáállni, hogy más is hozzáférjen. Elvet követjük. Ez megint egy ilyen korszellem. A Biblia nem ezt tanítja nekünk. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy Kolossi 3.23-ban bármit tesztek, lélekből tegyétek. Úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint az embereknek, tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát, mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok. Itt Kezdünk egy kicsit külön válni a világtól, hogyha ha szeretném ezt megmutatni, hogy, hogy mi keresztényként nem a munkadónknak dolgozunk, hanem az úrnak dolgozunk. És itt kezdünk elkülönülni a világtól. Mert valaki csak a pénzért dolgozik. Sok vagy kevés az most másodrangú, vagy a főnöknek az ő kedvéért, de mi nem a főnöknek a kedvéért. Mi a főnöknek a kedvéért. És, és ez, ez egy fontos momentum, mert ezen múlik a tanulságtételed, nem a bizonságtételed, a tanulságtételed, hogy só és világosság vagy, hogy más vagy, mint a többi. Hogy a munkához való hozzáállás, a munkához való viszonya egy, egy hívő embernek az ez, hogy én az Úrnak dolgozom az Úrnak teszem azt, amit teszek. Nem másoknak, nem a családomnak, nem magamnak, hanem az Úrnak ö, szolgálok, és járok hídben, és teszem becsületesen, és szorgalmasan ö, a feladataimat. Nagyon fontos dolog lesz ez, majd a bizonyságtételen eljutunk odáig. Fontos, mert, mert ö, az a keresztény, aki nem ez szerint, dolgozik, vagy tanul. Annak nem fognak odafigyelni arra, hogy mit mond. Ha nem tanulság, akkor bizonyságtevő sem lehet. A mai világban. Csak akkor figyelnek oda arra, hogy mit mondasz, hogyha más vagy. És lehet, hogy emiatt kiközösítenek, mert te mondjuk ebédidőt is nem nyújtod meg, hanem rendesen végig dolgozod az időt, lehet, hogy azt mondják már miért, mert te dolgoz, akkor nekünk is dolgozni kell. De ennélkül, ha ez nincs meg, és én ezt vállalom, ezt a munkámban is, és máshol is, ha ez nincs meg a munkámban, a szolgálatomban, akkor utána bármiről beszélhetek. Nem fognak odafigyelni rám. Nem fog hitele lenni annak, amit mondok. Nézzük a következőt. Egy New Yorki csendes nap. Ugye, hát folyamatosan az elmúlt száz évben az emberek beköltöztek a városokba. Sok ember kis helyen is elfér alapon, sok jó ember, szeretik egymást az emberek, szeretik egymást az autósok, nem dudálnak egymásra, nem kopognak át a szomszédba, hogyha hangos, szeretjük egymást, jól el vagyunk egymással, kicsit stresszesek vagyunk, de kényelmes, mert itt van a bolt, meg minden, itt van a munkahely. Valamit elveszítettünk közbe. És ezt minél nagyobb városban él az ember, minél több emberrel élek együtt, egy ilyen belátható közegben, annál távolabb vagyok ezektől az emberektől. Annál inkább idegenek vagyunk egymás számára. Nálunk nem divat az, hogy köszönjek a szomszédnak az utcánkban. Pedig én még egy vidéki, gyülekezetnek vagyok a lelkipászra, 10. kerület az Budapestnek a vidéki része, és laktunk már bent is. nem 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 divat. És ez egyre inkább jön, hogy nem ismerjük egymást, idegenek vagyunk. Mit mond a Jézus Krisztus az utolsó időkről? Hogy a szeretet ez sokakban meghidegül. Ez itt van. Ez megint itt van. A szeretet sokakban meghidegül. Pedig mi emberek, hívők, nem hívők egyaránt, kapcsolatokra vagyunk teremtve. Élő, növekvő, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatokra vagyunk teremtve, Isten képére és hasonlatosságára formálva. És hogyha ez nincs meg, akkor csak egyre inkább nő az a frusztráltság, nő az üresség, nőnek azok a kívánságok, amivel megpróbáljuk bedugaszolni ezt az ezt a idegen világban, a megelégíteni, vagy megelégítetni magunkat. És hiába ott vagyunk, egy nagy városban, egy nagy gyülekezetben, sok ember között a kapcsolataink egyre felszínesebbek, egyre idegenebbek. Ő nem beszél velem, ő rá megsértő. Nem. Jézusnak az a parancs, hogy szeressétek egymást. Nem azt mondja, hogy hagyjátok magatokat, hogyha mások is szeretni akarnak, hanem te szeres. Te szeresd a fele barátodat, ahogyan önmagadat. Te szeresd Isten teljes lelkedből, teljes elmédből, ahogyan az Úr is szeret bennünket. Nekünk kell lépni ebben. Nekünk kell lépni. És itt nincs különbség. Isten nem személyválogató. Isten szeretete nem személyválogató. Szeresd az ellenségedet is azt mondja. És itt egyre inkább nő ez az olló, a hívő és a nem hívő között. Egy nem hívő emberben nő az önzés, nő az idegenség, nő a bizalmatlanság, nő a távolságtartás, és bennünk pedig nő a szeretet. Kegyelem által egyre inkább szeretünk, egyre inkább elfogadjuk egymást, egyre inkább bátrabban kezdeményezünk a másik felé, hogy szeressük. Akkor is, amikor a másik elbukik. Akkor is, amikor a másik nem elég jó. A szeretet az itt van ebben a versben sok barát tönkre tesz az ember, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél is, legyen sok-sok ilyen barátod, akinek te jobban ragaszkodsz hozzá, mint, mint a testvére. És akkor lesz olyan sok barátod, akik jobban ragaszkodnak hozzád, mint a saját testvérükhöz. És akkor eljutottunk a témához, mondom, ne, hosszú nekifutás, és most ugrunk bele, fejest ebbe. Nem tudom, hogy látszik-e a dátum, 2017. január, az újság megint csak nem akármi, Eszön a Geographic, annak a címlapján jelent meg ez a kép. Maga ez a gender forradalom, ez nem egy új kitalálmány. 49 óta, 1949 óta megjelent egy könyv a másik nemről, ezt tartják az első, ami elkezdte ezt a gender elméletet, és aztán fokozatosan, főleg az 1995 óta, azóta ez teljesen felgyorsult. 95 tehát már 22 éve, és már itt van velünk. Nyugat-Európában, Amerikában immár törvényi szinten van. Mi ez a gender dolog? Először is, mit láttok ezen a képen? Fiú vagy lány? A gender szerint nincs értelme a kérdésnek. Mint olyan, hogy nem, teljesen mindegy. Ahogyan éppen aznap kedve van az illetőnek, úgy öltözködik, úgy viselkedik, olyan szerepet vesz fel. A, ő biológiailag, szex szempontjából, ez a különbség szex és gender között, szex szempontjából egy fiú. 9 éves, aki... Látjátok a szemén, a, 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 a kiállásán, büszke erre a fényképre, büszke arra, hogy itt van a mondat alatta, hogy, hogy fölvállalhatja, hogy ő neki nem kell tovább azt tetetnie, hogy ő egy fiú, mert ő valójában lány, mert lánynak érzi magát, és lány szerepre készül ebben a társadalomban. Ne ítélkezzünk. Jó, ezt csak így szeretném felvezetni. A szex az azt jelenti, hogy biológiailag meghatározott X vagy Y kromoszóma, a második kromoszóma. A, a gender meg azt jelenti, hogy az a társadalmi szerep, az a társadalom mi elvárás által eh, hát rád, ránk erőszakolt szerep. Ezt jelenti a gender. Tehát, hogy a gender azt mondja, a gender elmélet, hogy valaki nem nőnek születik, vagy férfinak születik, hanem attól válik nővé, hogy rá kényszerítik a női szerepet. Megnézik, hogy neki milyen a nemi szerve születéskor, és utána arra nevelik, hogy lány legyen. És nincs joga ezt megválasztani, hanem rá kényszerítik a szerepet. A fiúknál ugyanez a helyzet. És ezért a nevelést? Hát a szülők, mindenki, az óvoda, az iskola, mindenki. Nem, 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 nem. Ő lány, és lányként kell viselkednie. Ha fiú, akkor fiúként nevelik, és fiúként kell viselkednie. Nincs választási lehetősége. Ez a mostani helyzet, ez így van. Ezt mondják. De a gender fölszabadítja ezt, egyenjogusítja a férfi és a női nemet, és azt tanítja, hogy az embernek megvan a szabadság arra, hogy megválassza, hogy ő fiú vagy lány akar lenni. Igazából nincs jelentősége, innét fogad fogadj fiú vagy lány. Mert ez a kicsit másik újságban, bocsánat, ugyanebbe az újságba. Egy másik kép a gender forradalomról. Majd, ha kicsit közelebb jöttök, akkor lehet kiolvasni, hogy ki kicsoda. Nézzünk csak. Nem látom már a, a, a feliratokat. Ilyen egészen új könyvtár, vagy ilyen szótárat kell kiépíteni. Azt mondja, hogy ez. Hát nem látom. El tudjátok olvasni? Na majd, majd. Majd a szünetben megnézzük jobban. A gender szerint hatféle nem van legalább, és, a, és, és ennek sokféle variációja. Heteroszexuális nő, tehát aki nőnek született, és a férfiakat szereti. Homoszexuális nő, aki nőnek született biológiailag és a nőket szereti. A heteroszexuális férfiak, aki férfinak született és a nőket szereti. össze összezavarodjunk. A homoszexuális férfi, aki eh, férfinak született és a férfiakat szereti. Tessék? Bisexuális, aki még nem döntött el az a leszbikus, az a homoszexuális nő. És, és a transvestita, a hatodik, aki váltogatja a nemét, és vagy beöltözik, vagy át is műteti magát a másik nemre. És ez a hatféle nem, és ennek a különböző variációi, itt vannak ilyen nagyon tudományosnak tűnő szavak, most nem emlékszem már rájuk, hogy nem, non-bináris. Ez azt jelenti például, ugye, bináris informatikus van valaki, ugye, vagy nulla, vagy egy, vagy férfi, vagy nő. Na, a non-bináris az azt mondja, hogy. Nem tudom, nem tudom. Valami. E, és. És aztán nyomozhatod most, hogy férfi vagy nő. Oké, okay. ez a hat nem, megmondom. Összesen egyébként 25 van, hogyha minden, mindent külön kategóriába teszünk, ezek mind egyenrangúak. Ez a gendernek a lényege. Mind egyenrang az azt jelenti, hogy egy heteroszexuális férfi és egy heteroszexuális nő nem, hiába mi vagyunk többségben, 97,5%-ban a társadalommal tekintve, nem ítélheti el, nem tehet semmilyen csúnya megjegyzést azokra, akik másképpen vannak. Az egészet úgy állítja be, mintha ez egy ilyen általános dolog lenne. Arról beszélnek, hogy a homoszexuálisok aránya 10 százalék. Ez nem igaz. Ez, ez bármilyen statisztika, kutatás két és fél százaléknál többet nem mért homoszexuális, valódi homoszexuálisokból. Nyilván torzíthat minden statisztika, mert valaki nem meri bevallani, nem coming out de sokan egyre többen felmerik vállalni ezt. Az Ez a visszatérve ennek a gendernek a gondolatára az az, az az elképzelés, hogy az ember, minden egyes ember, nem férfi vagy nő, ember, embertárs, tanerő, nem lehet megkülönböztetni őket, mert az már diszkriminál. Mindenki maga dönti el, hogy melyik nemhez tartozónak gondolja magát. És ha akar, akkor egy ilyen kozmetikai műtéttel meg is teheti ezt. Ez a kisfiú 12 éves koráig kell, hogy várjon ehhez a műtéthez. A szüleiben támogatják, olvastam valamennyire a sztori hátterét, elvégzik a felső alsó műtétet, így hívják. Ez egyszerűen csak így, tehát hétvégén, és, és, ez történik. Nagyon nehéz nem csóválni a fejünket, igaz? Nagyon-nagyon melbevágó lehet a dolog, hogy ez annyira irracionális. Tehát annyira, nagy hülyeségnek tűnik, hogy, hogy mit kezdünk vele. Ezért vagyok itt. Ebben szeretnék nektek előre mutatni. Jó? De lehet, hogy tartunk most egy kis szünetet. Igyatok, egyetek. Legyetek egy kicsit vegetatívak, kicsit lazítsunk. Próbáljátok megemészteni azt, amiről most szó volt. És aztán utána ö, szeretnék abban mondom útmutatást mutatni, hogy hogyan tudsz egy ilyen megdöbbentő nagy blödséghez keresztény emberként megpróbálni visszanyúlni. Jó?